veled senki nem ér fel, Uram. Halleluja. Jani, ha lehet, akkor hagyjuk az egészet rajta, ha még nem vágtad meg, akkor nyugodtan maradhat. Ó, halleluja. Halleluja. Dicsérünk, Uram. Dicsérünk, Uram. Dicsérünk, Uram. Dicsérünk, Uram. Halleluja. Hóri, ma manna, se kéma, halla, manna, ki tirili, hé, léhi, se kéma, halla, manna, ki tirili, hé. Ó, halla, manna, se kéma, halla, marra, ma manna, ki tirili, hé, léhi. Ó, halla manna, shikima, halla manna, kitikima, halla hori, mara manna, kitihili, mara mamanna. E shikima, halla manna, kitirili, hili. Ó, halla mara mamanna, shiki, halla hori, mara manna, kitirili, hili. Ó, halla mara mamanna, kitirili, he shikima, halla hori, mara manna, kitihi, shikima, halla. Ó, rima, halla kitishiki, halla hori, mara manna, ki. Ishiki hala hori maramanna ke tere lehele ishiki mahala hori maramanna ke tere lehele ishiki mahala hori maramanna ke tiki oh hala maramanna ke tishiki mahala hori maramanna ke mahala hori mahala manna shiki tere le oh shiki mahala maramanna ke tishiki mahala hori maramanna ke ki mahala hori maramanna ke tere le Hishiki, mahalamanna. A legalsó csigolyákban is, ott a csipőben, a deréknál dolgozik az Úr. Halleluja, halleluja. Ó, halamanna, shiki, mahala, hori, maramanna, shiki, tirili. Ó, valakinek a látása javul meg. Köszönjük, Uram, köszönjük, Uram. Ó, halamanna, shiki, hala, hori, maramanna, kitiki, shiki, hala, hori, maramanna. Ó, hala mara manna shiki tiki mahala. Ó, ri mahala manna shiki tiri lehele. Ó, hala mara mamanna shiki hala ho ri mara manna shiki tiri lehele ki. Ó, hala mara mamanna shiki tiri lehele. Ó, hala mara manna shiki tiki hala ho ri mara manna kiti shiki hala ho ri mara manna. Néhányatoknak már szólt ezt az Úr, de az Úr szeretné ezt mindannyiunknak mondani, hogy készülj fel, mert nagyszerű idők várnak, nagyszerű dolgok, jó dolgok, nap mint nap. Ó, halleluja, halleluja. Isten szeretné az ő jóságát megmutatni a számunkra, elárasztani bennünket az ő jóságával. Minden nap. Ó, egy olyan időszak veszi a kezdetét most, mától, amikor a jó dolgok következnek el az életedbe. Tudom, hogy sok mindenem mentél már keresztül, de itt az ideje. Itt az ideje, hogy felfrissülj, itt az ideje, hogy gyönyörködj az Úrban. És ő megadja a szíved kívánságait. Ó, halamanna shikit tirili. Tárd ki a szíved, és fogadd be, hogy az Úr jó dolgokat akar tenni veled. Jó dolgok jönnek. Jó dolgok következnek el. Ó, a közeljövőbe, a következő napokba, a következő hetekben meglátod az Úr jóságát. Meglátod az Úr jóságát az életeden. Ó, élek én, azt mondja az Úr, hogy megtörténik. Ó, halamanna shikima hala hori maramanna kitihi shikima hala manna kitiri. Ó, hiszed-e ezt? Azt kérdezi az Úr. Hiszed-e ezt? Ó, hiszem, Uram. Hiszem, Uram. Hiszem, Uram. Köszönöm, Uram. Köszönöm, Uram. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Halleluja. 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 Úr Jézus, tédet hajtunk, valljuk, te vagy a király, aki itt vagy most közöttünk. Áldunk mind dicsőség urán, és mi most trónt állítunk neked. És mi most trónt állítunk neked. És mi most trónt állítunk neked. Jöjj, Úr Jézus, foglalj helyet.
Tédet hajtunk. Valljuk, te vagy a király, aki itt vagy most közöttünk. Áldunk mind dicsőség urát, és mi most trónt állítunk neked. És mi most trónt állítunk neked. És mi most trónt állítunk neked. Jöjj, Úr Jézus, foglalj helyet. És mi most trónt állítunk neked. És mi most trónt állítunk neked. És mi most trónt állítunk neked. Jöjj, Úr Jézus, foglalj helyet. Jöjj, Úr Jézus, foglalj helyet. Jöjj, Úr Jézus, foglalj helyet. Ó, halleluja, köszönjük Jézus, hogy itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy helyet foglaltál közöttünk. De köszönjük, hogy továbbra is szólsz hozzánk, Uram. Köszönjük, hogy továbbra is szólsz hozzánk, hogy táplálsz bennünket hozzánk illő eledellel. Ó, halleluja, halleluja. Mindazt, Atyám, amit a mai napra készítettél, cseleked meg bennünk, velünk, rajtunk keresztül a Jézus Krisztus szent nevében. Halleluja. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Hányatoknál van itt a Bibliátok? Emeljük fel jó magasra, és valljuk meg, hogy ez itt az én Bibliám. Én az vagyok, amit Isten igéje mond rólam. Mindaz megvan nekem, amit Isten igéje mond, hogy megvan nekem. Mindazt meg tudom tenni, amit Isten igéje mond, hogy meg tudom tenni. Ma tanulni fogok Isten igéből, ezért bátran kijelentem, hogy az elmém nyitott, és a szívem befogadó, és többé nem maradok ugyanilyen, mert elváltozom az Úr Jézus ábrázatára. Halleluja, 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 halleluja. Köszönjük, Atyám, a kegyelmedet. Tudom, hogy a cselekedeteim által nem tudom kiérdemelni a Te jóságodat, de itt vagyok, hogy elfogadjam a jóságodat. A Te kegyelmedből, a meg nem érdemelt jó indulatodból. Most. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Dicsőség az Úrnak, dicsőség az Úrnak. Van egy-két bejelenteni való. Sandersné Kovács Erzsébet fog menni, ha jól tudom, Makkóra, ugye jól tudom? Bajára, majdnem. Közel voltam pedig. Bajára, ez most vasárnap is 4 órakor fogott kezdődni az alkalom. Ha jól tudom, utána való héten lesz ugye Debrecen, az következő szombat, és ha jól tudom, ott lesz ugye evangelizációs túra is előtte. Nem tudom, hogy vannak-e még helyek, vagy már az összes nálunk hely. Ja, hogy egyelőre ketten vagytok. Akkor van még hely, hogyha valaki szeretne a debreceni evangelizációs túrán részt venni, nem most szombaton, hanem jövő szombaton, akkor Zsoltinál tudtok jelentkezni, és akkor utána lesz Erzsikének evangelizációja a Debrecenbe, és hiszük, hogy áldásos lesz nagyon mind a két evangelizáció. Dicsőség Istennek! Halleluja! Ezen kívül tudjátok, hogy közeledik az idő, hogy a dán testvéreink
jöjjenek és meglátogatnak bennünket. Fognak tartani július 4-én egy koncertet, ez egy szombati nap, és most már nem emlékszek biztosan, azt hiszem, hogy 16 órától lesz a kezdet, és az IFI dicsőítő csapata fog idézőjelbe fellépni, meg a dán testvéreink fognak egy koncertet adni, viszont az előző napokban fogunk evangelizálni itt a városba, halleluja. Egyelőre, ha az Úr ezen nem változtat, akkor 4 evangelizáció van tervben, 2-án csütörtökön, tehát július 2-án csütörtökön, még az óra az még nincsen eldöntve egész pontosan, de valószínűleg a délutáni órákban lenne olyan, azt hiszem, hogy 4 órától vagy 3:30-tól lesz az első. Ezt hiszem, hogy az Úr mutatta ezt a, de az összeset úgy hiszem, itt helyett, de ezt az időpontot is, tehát hogy csütörtökön 4 órától a fehérvári piac csarnok előtt, ott a Fehérvári út meg az október 23-a utca sarkán, ahol szoktunk lenni időnként, ott kezdenénk, ez lenne az egyik első evangelizációnk a dánokkal, zenés evangelizáció lesz, de nagyon hálás lenne a szívem, hogyha közületek jönnének aratómunkások. Kértük az Urat, hogy küldjen aratómunkást az ő aratásába, és nagyon örülnénk, hogyha ezeken az evangelizációkon részt tudnátok venni. Elsősorban és legelsősorban azért, hogy nyerjünk meg lelkeket az Úrnak. Ugyanis Istennek nagyon fontos az, hogy senki el ne vesszen, hanem minden ember üdvözüljön, amen. És ebben tud használni bennünket Isten. Van ismeretünk, bátorságunk, tudjuk, hogy kell csinálni, tudunk aratni, halleluja, és az Úr használni akar. Nem tudom, hogy akarjátok-e, hogy használjon. Én akarom, hogy használjon. Minél inkább használjon. És szeretne titeket használni. Tudom, hogy ez a péntek többek között munkanap. Ha tudjátok, oldjátok meg, hogy tudjatok eljönni, és akkor... Sőt, ez csütörtök, ugye, de még lesz a péntek is, és pénteken meg két helyen leszünk, az 5. kerületben, az Erzsébet téren, meg a Vörösmarty téren. Itt is ugyanígy zenével, meg a dánokkal, és hiszem, hogy veletek együtt, és az Úr kegyelmével együtt, és nagyszerű aratások lesznek, és akkor utána szombaton, 4-én szombaton országos imakör lesz, úgyhogy ha akartok, akkor el tudtok jönni imádkozni, és utána lesz ez a koncert a 70-esbe. Nagyon készülünk rá, és színpad, fények, füstgép, amit akartok, és hát én igazából mindezek mellett, és mindezekkel, vagy ezek ellenére a legjobban arra vágynék, és arra vágyok, hogy Isten megnyilvánult jelenléte legyen ott, és az Úr legyen ott maga, és ő elégítsen meg mindenkit, de hiszem, hogy ez úgy lesz, ott lesz az Úr, hatalmasan ott lesz, hiszem azt is, hogy sok fiatal és sok elveszett fog bejönni, és ezért hálát adunk az Úrnak. Egy kérés jött egyik testvérünktől, akinek jelentős üzleti ügye van most éppen folyamatban, és kérte, hogyha megtennétek azt, hogy összekapcsolnánk a hitünket, és egy akaraton lennénk vele, hogy úgy néz ki, hogy nagyon sinem van a dolog, egy apró akadály tűnik, hogy még ott van, és kérte, hogy legyünk egy akaraton, hogy ez az apró akadály is eltakarodjon, és hogy ez a dolog, ez az üzlet sikeresen és jó feltételek mellett összejöhessen, úgyhogy ha egyet értetek vele, akkor mondjatok egy nagy áment. Amen. Atyám, a Jézus nevében kiárasztjuk a hitünket, összekapcsoljuk a hitünket, kiárasztjuk a hitünket, hogy minden akadály, ez az üzlet létrejötte elől, eltávozzon, és jó feltételek mellett jöjjön össze ez az üzlet a te dicsőségedre. Magasztalt fel magad, Atyám, ebben a Jézus Krisztus szent nevében. Hálát adunk neked, Atyám, hogy bármikor bátran fordulhatunk hozzád, te meghallgatod az imáinkat, és megválaszolod. Hisszük, hogy megkaptuk az imánkra a választ a Jézus nevében. Amen. Amen, 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 amen. Halleluja. Halleluja, halleluja. Ó, halleluja, halleluja. Hányatoknak van kéznél a Bibliátok? Kérlek, hogy lapozzatok el köszönöm, hogy egy akaraton voltatok. Az apostolok cselekedetei és a 20. fejezetére. Úgy hiszem, hogy itt az Úr akar szólni hozzánk, és kerestem az Urat, hogy mi az, amit ő szeretne, hogy elhangozzon a mai napon, és újra és újra és újra visszaterelte az Úr a figyelmemet erre a néhány igére,
és szeretném megosztani veletek. Halleluja. 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 Majd szeretnélek amúgy megkérni mindenkit nagy tisztelettel, hogyha lehet majd, nem most, most nem muszáj, most már mindegy, hogyha következő alkalmakkal, hogyha lennétek olyan bátrak, hogy az első székekre is leülnétek, nem harapnak, semmelyik szék, nincs rajta semmi csapda, előre jöhetek bátran, jó, tiszteljétek meg ezzel az urat, kérnélek szépen, meg tisztelettel, hogy ezt tegyétek meg, hogy ne féljetek, gyertek nyugodtan előbbre is. Halleluja. Szóval azt mondja itt Isten ige a 20. fejezetben, és a 28-as verstől szólt az Úr hozzám ezeket az igéket, és ezt mondta, hogy viseljetek gondot azért magatokra, és az egész nyájra, amelyben a Szent Szellem titeket vigyázókká tett az Isten gyülekezetének pásztorlására, amelyet a tulajdon vérével szerzett. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak, sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én 3 esztendeig, éjjel és nappal meg nem szüntem könyhullatással inteni mindenkit, és most, atyám fiai, ajánlanak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége igéjének, aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek között. Halleluja. Halleluja. Azt mondja itt Isten igéje, hogy viseljetek gondot magatokra, és az egész nyájra, amelyben a Szent Szellem titeket vigyázókká tett, az Isten gyülekezetének pásztorlására, amelyet a tulajdon vérével szerzett. Hányan hiszitek, hogy Isten az ő nyáját, az ő népét drága áron vásárolta meg? Halleluja. És már egy jó ideje az munkálkodik bennem, hogy ezek a gondolatok forognak és mozognak bennem, hogy olyan jó az, amikor a hívőkbe tudatosul az, hogy nem a magunk urai vagyunk, nem a saját magunkéi vagyunk. Olyan sokszor előfordul az, hogy a hívők úgy gondolják, hogy megtehetik és megengedhetik maguknak azt, hogy azt tegyenek, amit akarnak. És azt ne, amit nem akarnak. És nem arról beszélek, amit az Úr indít, hanem amit én akarok, hogy azt megtegyem, vagy amit én nem akarok, azt nem teszem meg, és senki nem szólhat bele. Mindenkinek szabad akarata van, hasonlóan ahhoz, amikor az utcán, amikor evangelizálunk, elég sokszor találkozunk azzal, amikor megkérdezel valakit, hogy hiszi az Úr Jézusba, és elég sok ember azzal próbál lerázni, és azzal próbál terelni, hogy ez az én dolgom, ez én rám tartozik, mindenkinek ez a magánügye, bocsánat, de nem szeretnék erről beszélni, vagy akármilyen módon, hogy ez az én privát ügyem, hogy én hogy állok Istennel, vagy hogy nem állok Istennel, és ez senkinek semmi köze hozzá. Az Úr mindent tud, meg én is, meg és kész, hagyjatok békén. Én azt akarom csinálni, amit én akarok csinálni, és azt nem akarom csinálni, amit nem akarok csinálni. Viszont hányan tudjátok, hogy meg vagyunk váltva? Halleluja! Tudjátok, mennyi hívő van, aki reménykedik abba, hogy egy nap majd a mennybe jut? Remélem, jó lenne, szeretném. Hányan hiszitek, biztosak vagytok benne, hogy ez meg fog történni. Hogy amikor eljön az idő, akkor biztosan ott fogjuk találni magunkat a mennyei atyánknál, a mennyországba, Isten országába. Halleluja, halleluja, halleluja. És ha egy kicsit korábban, tehát egy-két verssel előbb megnéznénk, akkor a 26-os verstől, akkor azt mondja itt Isten ige, hogy azért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem néktek az Isten teljes akaratát. Halleluja! Pál apostol ugye szólja ezt a gyülekezetnek, éppen készül elmenni onnan, és azt mondta, hogy mindenkinek a vérétől mentes vagyok. Ugye tudjátok, hogy ez valószínűleg arra utal itt Pál apostol, hogy Isten igéjében meg van írva, hogy ha az őrállónak mondja ezt Isten, hogy ha én azt mondom az őrállónak, hogy szólj az embereknek, szólj a bűnösnek, hogy halálnak halálával halsz meg. És hogyha te meg nem inted a bűnöst, a bűnös meghal, az ő a saját vétke miatt fog meghalni, de a vérét a te kezedből fogom számon kérni. De hogyha te meginted a bűnöst, hogy térjen meg az ő gonosz útjáról, de ő nem tér meg,
Ő az ő vétke miatt hal meg, de te megmentetted magadat. Halleluja. Hányan tudjátok, hogy ez nem csak, hogy egy kiváltság, hogy ilyen világosságunk van, hanem egy felelősség is. Ugyanakkor, hogyha látjuk azt, hogy mennyire valóságos az, hogy az ember szellemi lény elsősorban, és örökké valóságra van teremtve. Hányan hiszitek ezt? Hogy szellemi lények vagyunk, de nem csak mi, hanem minden ember, egy örökké valóságra vagyunk teremtve, és a mennyország is, és a pokol is igen, valóságos helyek. És ahogy megnéztük a múlt héten, hogy Istennek az az akarata, hogy senki el ne vesszen, hanem mindenki megtérésre jusson, mert Isten azt szeretné, hogy minden ember ő nála kössön ki. Isten szeretné, hogyha a pokolba egy ember sem kerülne, hanem az ördög és az ő bukott angyalai, a pokol nem embereknek lett teremtve. Halleluja, és ez egy jó dolog. Köszönjük Istennek, hogy felnyitotta a szemünket, hogy ezt láthatjuk, de hányan hiszitek, hogy ez egy felelősség is, hogy mit kezdünk ezzel az ismerettel, mit kezdünk ezzel a bölcsességgel, amit Isten adott nekünk, és nekünk bátraknak kell legyünk, hogy igenis oda menjünk emberekhez, hogy megszólítsuk. És ugye itt van ez a rohanó világ, az emberek szaladnak, 1600 dolgok van, és csomó mindenre nem érnek rá. Hálát adok Istennek, hogy ti elég sokan szolgáljátok az Urat, de bátorítani szeretnélek, hogy még van lehetőség. Még mindig vannak olyanok, akik becsatlakozhatnának ebbe a munkába. Isten mindenkit akar használni. Az utolsó időkben, az utolsó órákban vagyunk, és hányan örültök annak, hogy Isten jutalmazási rendszere igazságos. És vannak emberek, akik ezt nem így gondolják, mert azt hiszik, hogy Isten jóságát meg kell érdemelni. Vannak, akik régen beálltak Isten munkájába, és hosszú életen keresztül, évtizedeken keresztül szolgálták őt, és tudjátok, amikor az úr elmesélt azt a példázatot, hogy volt egy szőlős úr, és kiment és felfogadott munkásokat, hogy jöjjenek dolgozni az ő szőlőjébe, és megegyezett velük, hogy ennyit fog adni nekik, és kiment reggel korán, és felfogadott munkásokat, aztán kiment egy kicsit később, újabb munkásokat fogadott fel, de azoknak már nem mondta azt, hogy mennyit fog fizetni. Amen. És utána kiment még később, és még találtott embereket, akik nem csináltak semmit, és mondta, gyertek, dolgozzatok az én szőlőmbe, és ami igazságos, megadom nektek. Amen. És a végén a 11. órába is még kiment, és már egy óra volt, hogy még dolgoznak, és még mindig látott ott embereket, és mondta, mit csináltok itt? És azt mondja, hát mit csinálnak? Semmit. Senki nem akar használni minket, senki nem akar velünk foglalkozni, senki nem hívott el, hogy dolgozzunk. Mondta, oké, gyertek el az én szőlőmbe, dolgozzatok, és ami igazságos, megadom nektek. Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy jó, most már úgyis mindegy, olyan közel az idő, most már nem érdemes nagyon dolgozni, egy óráért most minek menjek ki, többe kerül a buszjegy, mint hogy amit kaphatnék majd cserébe, és ezek az emberek mindegy elmentek, és gondolták, hogy majd csak kapnak valamit, az is jobb, mint semmi, de amikor az Úr a jutalmakat osztotta, akkor ő az utolsóktól kezdte. És amikor jöttek az utolsó órai munkások, akik összesen egy órát dolgoztak, és az Úr annyit adott nekik, mint amennyiben megállapodott azokkal, akik reggel korántól elkezdtek dolgozni. És azok örültek, elmentek, de amikor jöttek azok a munkások, akiket reggel korán fogadott fel, és ők abban reménykedtek, hogy ők majd többet fognak kapni, hiszen a másik végül is csak egy órát dolgozott, de mi meg egész nap a hőségben, a melegben dolgoztunk, szenvedtünk, és majd nekünk biztos akkor többet ad. És az Úr annyit adott nekik is, mint azoknak, akik az utolsó órába álltak be a munkába, és föl voltak háborodva. És az Úr megkérdezte tőlük, hogy mi a probléma, hogy igazságtalan vagyok, hogy azt teszek azzal, ami az enyém, amit én akarok, nem ennyiben szerződtünk meg veled? Ja, de igen, hát akkor fogjad, ami a tiéd, és menj el. Hányan hiszitek, hogy az utolsó órai munkásoknak jó dolgok van? Halleluja! Halleluja! Én hálát adok Istennek, hogyha az Úr hamarosan eljön, és munkába talál bennünket, akkor dicsőség Istennek. De hányan vagytok úgy, hogyha esetleg az Úr még egy kicsit halogatná a visszajövetelét? Esetleg. Nem akarok senkit mérgesíteni, tudom, hogy sokan nagyon várjátok az Urat. De mi van akkor, ha még az Úr egy kicsit hosszan tűr? Nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy minden ember üdvözüljön. És még 10-20-30, esetleg 40 évig még vár, tegyük fel, akkor mit fogsz csinálni? Nemrég beszéltem egyik testvérünkkel, és
nagyon-nagyon várja az Urat szeptemberre. Legyen úgy, halleluja, menjünk szeptemberbe. Hányan vagytok kész, hogyha szeptemberben jön az Úr? Hadd menjünk. Kérdeztem, hogy és mi lenne akkor, hogyha esetleg nem jön az Úr szeptemberben? Hát az nem lenne jó. Halleluja. Hirdeti az evangéliumot, és mindenkinek azt mondja, hogy most már az Úr jövetelét meg fogod várni. Mindegy, hogy milyen állapotban az Úr meggyógyít, most már megvárod, amíg az Úr visszajön. Halleluja. Halleluja. Várjuk meg, amíg jön az Úr. De ha nem jönne még most rögtön, akkor legyél felkészülve arra, hogy tovább mész. Azt hiszem, hogy az egy bölcs hozzáállás, hogyha úgy élsz minden nap, hogy tiszta a szíved az Úr előtt, és bármi, amit mutat neked, te azt megteszed. Nem halogatod a dolgaidat, nem odázod el, nem mondod azt, hogy majd később, nem mondod azt, hogy most nincs kedvem, hanem megteszed azt, amit az Úr kér tőled ma, így tiszta marad a szíved, halleluja, jutalmakat gyűjtesz, és ha eljön az Úr napja, akkor azt mondod, hogy halleluja, itt vagyok, Uram. Viszont hogyha esetleg egy kicsit még vár az Úr, türelmes az Úr, hosszan tűr az Úr irántunk, azért hányan hiszitek, hogy minden hét, sőt minden egyes nap, amivel vár az Úr, újabb és újabb és újabb lelkek nyernek üdvösséget? Minden nap, szerte a világon, Magyarországon, Budapesten, minden egyes nap. És hányan hiszitek, hogy Istennek igenis akarata az, hogy senki el ne vesszen? Igen, ő ezt akarja. De úgy hiszem, hogy ő azt mondja, hogy akar téged használni. És lehet, hogy gondolkozol, jó, de miben? Sok mindenben, sokatokat használ már az Úr. Sokatokat sok mindenben használ már az Úr. Egészen annyira, hogy azon gondolkodsz, hogy még bírsz esetleg többet. Tudjátok, hogy miért van ez így? Mert vannak engedelmes emberek, és vannak engedetlen emberek. Vannak engedetlen emberek, akiket hív az Úr, ők nem tesznek semmit, és vannak engedelmesek, akik megteszik, és azok helyett is meg kell tegyék, akik nem tesznek semmit, ezért ők le vannak terhelve, többiek meg semmit nem csinálnak. Egyik alkalommal Kenneth Copeland kicsit panaszkodott az Úrnak. Hányan hiszitek, hogy nem jó panaszkodni, de ha mégis panaszkodni van kedved, akkor ő neki. És azt mondta, hogy azt látja, hogy egy csomó ember van Krisztus testében, aki nem akar csinálni semmit. És az, aki meg csinál valamit, az meg egy csomó-csomó feladatot kap, és hát hogy van ez, Uram? És azt mondta az Úr, hát úgy van, hogy igen, vannak engedelmes emberek, vannak, akik nem engedelmesek, de amikor én azt mondom neked, hogy valaki másnak a munkáját végezd el, akkor az ő jutalmát is megkapod. Ó, halleluja, az rendben van velem, Uram. Dicsőség neked, Uram. Halleluja. 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 Úgyhogy semmi gond nincs azzal, hogyha valaki nem akar semmit csinálni, majd az ő jutalmát is megkapja más valaki. Nincsen ezzel semmi gond. Hányan hiszitek, hogy Isten egy jó Isten? És habár nem lehet kiérdemelni, megérdemelni az ő jóságát, de ő megjutalmazza az engedelmességünket. Ő megjutalmazza a hitünket. Amen. Hányan hiszitek ezt? Amikor te azt teszed, amit ő elvár tőled, halleluja, akkor bizodalmad lesz Istenhez. Szeretném, hogyha ezt megnéznénk, jó, a János apostol első leveléből, a 3. fejezet 18-as versétől. Halleluja. Míg oda lapoztok, szeretném elmondani nektek, hogy a hétvégén lefordítottunk egy újabb tanítást Kismurtól, ami fölkerült a YouTube-ra, és a Facebookon is megosztottuk, az a címe, hogy Kismur, a kiút és keresztény megtérés, ez az egyik része. Úgy hiszem, hogy arra vezet az Úr, hogy eddig úgy volt, hogy csak két tanítást fogok ebből a sorozatból lefordítani, de úgy néz ki, hogy még többet fogok lefordítani. Lehet, hogy a következőket egyedül fogom csinálni, és majd felrakom az internetre, hogy meg tudja bárki hallgatni. És mindenkinek nagyon-nagyon melegen ajánlom ezt a figyelmébe, ezt a tanítást. Többek között azért is, mert könnyen előfordulhat, hogy vannak olyan dolgok ezekben a tanításokban, amik mondjuk nem egyeznek azzal, amit eddig hallottunk minden területen. Viszont
Azt kérem mindenkitől, hogy senki ne fogadja el csak azért, mert a kiszmúr mondja, senki ne fogadja el azért, mert én mondom, hanem ásd bele magad az igébe, győződj meg róla, hogy vajon valóban ezt mondja Isten igéje, és hányan hisztek, hogyha megismered az igazságot, az igazság szabaddá tesz téged. Halleluja. De hadd mondjak ezzel kapcsolatban még egy dolgot, hogy néha előfordul, hogy mielőtt szabaddá tesz téged az igazság, előtte felmérgesít. Egy kicsit, úgyhogy készülj fel, mert előfordulhat, hogy az igazság felmérgesít egy kicsit néha, amikor szembesülsz az igazsággal, akkor nem biztos, hogy az első reakciód az, hogy halleluja, hanem lehet, hogy dúlsz, fúlsz egy kicsit, de ugye mindannyiunknak nyitva van a szíve, hogy az igazságot elfogadjuk. Jézus, az út, az igazság és az élet. Halleluja. Halleluja. És nem... Tehát vannak emberek és vannak szolgái Istennek, akik jól kezdik el. De hányan tudjátok, hogy van egy keskeny út, ami az életre vezet, és van egy széles út. És sokan vannak, akik azon járnak, és ez a veszedelemre vezet. És nemrég láttam az interneten egy olyat, hogy Kiskörösön egy temető gondnok épített egy kertet. Ő nem adott neki nevet, de az emberek több nevet adtak, Édenkertje, az Életkertje, nem tudom milyen kert, és megcsinálta a keskeny út és a széles útnak a kertjét. Nagyon érdekes. Az ige alapján, nem tudom, 136 igét vésett fel különböző helyekre, és van a keskeny út, és van a széles út, és nagyon jól ábrázolja azt, hogy hogyan is lehet hova eljutni. És halleluja, ha elmegyek legközelebb, sokszor jártam Kiskörösön, nem is tudtam, hogy ez létezik. Legközelebb elmegyek, tudja, hogy meg fogom nézni ezt. És ajánlom nektek is, nagyon jó. Nagyon jó, halleluja. És az ember úgy kezdte el, hogy Isten adott neki egy látást álomba, látta ezt a kertet. És nem egy piskóta álom lehetett, így a kertet elnézve eléggé összetett, és úgy fogott neki, hogy nem volt rá pénze. És több mint 6 millió forintba került, és rengeteg munkába. És az Úr mindent rendelkezésre bocsátott, csodálatos módon. Ezt is majd megosztom az interneten, hogy meg tudjátok nézni, aki nem tud személyesen eljutni oda, egy nagyszerű hely, halleluja. 18-as vers. Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így nyugtatjuk meg ő előtt a mi szíveinket. Ha a szívünk vádol is minket, Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha a szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van Istenhez, és akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek ő előtte. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk. És aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad. És ő is abban, és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a szellemből, amelyet nékünk adott. Halleluja! Halleluja! Készek vagytok-e, hogy még befogadjatok egy kicsit az igéből? Van egy másik dolog is, ami már egy jó ideje mozog bennem, és úgy hiszem, hogy ez ma ki fog jönni. És ez pedig az, hogy Jézus mondja, hogy sokan mondják, hogy Uram, Uram. És ő azt mondja, hogy nem mindenki, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, menjen be a mennyek országába, hanem segítsetek, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Halleluja! Halleluja! És amiről egy kicsit szeretnék beszélni, hogy tudjuk-e, hogy miről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy Uram? Időről időre előkerül ez a téma, ez a terület, és beszélünk erről, de én újjá vagyok születve, nekem már Jézus az Uram, halleluja, mondjuk néha, és élünk úgy, ahogy élünk. És hányan hiszitek, hogy Jézus valóban komolyan gondolja azt, hogy nem mindenki, aki azt mondja, és itt a hangsúlyt így bekarikáznám azt, hogy mondja, hogy Uram, Uram, megyen be a mennyek országába.
És ezt azért mondom, hogy hányan tudjátok, hogy nagyon sok ember van, aki szájszinten olyan sok mindent olyan jól csinál, és olyan jól tud, és olyan jól gondol, de hányan hiszitek, hogy az sokszor lehet kevés is, hogy azt mondom, hogy Uram, azt mondom, hogy Úr Jézus, Jézus, Te vagy az én Uram. Arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy mit jelent, hogy Jézus a mi Urunk. Itt ugye azt mondja az ige, hogy ha a szívünk nem vádol minket, akkor bizodalmunk van Istenhez. Hányatoknak van ilyen bizodalma, hogy ha valamire szükséged van, valamit szeretnél, akkor nem azon gondolkodsz, hogy kivel tudnál imádkozni. Kit kérjek meg, hogy segítsen nekem, legyen velem egy akaraton, imádkozzon értem, vagy lehetőleg helyettem, hogy ez a dolog meglegyen. Mert annyira szeretném, de hát nem tudom, hogy ha én kérem, az is meg lesz-e, vagy nem tudom, értitek-e, mire gondolok. Hogy lehetséges ez, hogy hívő vagy, de nincs igazán bizodalmat, hogy nem úgy gondolkodsz, hogy valami szükség fölmerül, és ó, édesatyám, nem várod meg a csütörtököt, nem várod meg a hétfőket, szerda, csütörtök, pénteket, amikor imakörök vannak az egyházban, hanem azon nyomban, drága atyám, hát nekem erre van szükségem, a Jézus nevében, kérlek, add meg ezt nekem. És utána a hálát az, hogy köszönöm, hogy megvan, elfogadtam a választ, halleluja. Hanem vannak emberek, akiknek nincs ez a bizonyosság. Vannak emberek, akik hisznek abba, hogy a mennyországba jutnak, de bocsánat, talán túlzás azt mondani, hogy hisznek, reménykednek abba, hogy a mennyországba jutnak, de nincs ott bennük az a bizonyosság, hogy igen. Igen. És ha egy ember esetleg fegyvert fogna rá, hogy most van itt a vége, akkor lehet, hogy félne. Hányan vagytok úgy, hogy nem érdekelne különösebben, hogyha most ez lenne az utolsó napod, tudod, hogy hova tartasz? Én nem félek. Elmegyünk valahova, akárhova megyünk el, nem érdekel. A legrosszabb, amit tudnak tenni, hogy megölnek, és az egyik legnagyobb szívesség, amit tudnak tenni velem, hogy átküldenek a mennyei atyához. Amúgy is vágyodok az ő jelenlétére, és ott lesz belőle bőven, úgyhogy mi rosszat tudnak tenni? De vannak, akik ezt nem biztosak ebben, nincsen bizodalmuk. És erről a bizodalomról szeretnék egy kicsit ma beszélni, hogy van-e bizodalmad Isten iránt, hogy ha te kérsz valamit, ha te követelsz valamit az ő nevében, az ördögtől, akkor az meg lesz, hogyha te imádkozol, hogy ő meghallgatja az imádat, biztos vagy-e benne. És ahhoz, hogy ez a bizodalom ott legyen, ez nem véletlenül kerül oda ez a bizodalom, ugye? Nem véletlenül alakul ez így ki, hogy az ember belsejében, a szellemében egy olyan bizonyosság van, hogy teljesen függetlenül attól, hogy ő lát vagy nem lát valamit, a fizikai síkon tudja, hogy megvan, amit kért. Amen. És ugye tudjuk, hogy a látható dolgok a láthatatlanból állnak elő. Amen. És ahhoz, hogy előálljon valami a láthatatlanból, ahhoz valakinek hinnie kell. Amen. Emlékeztek, hogy beszéltünk arról, hogy Isten az ő kegyelméből mindent odaadott nekünk, és ez a minden megvan nekünk a szellemi birodalomba, és nekünk a hitünkkel ki kell nyúljunk azokért a dolgokért, és megragadni. Halleluja. És akkor a miénk lesz is a láthatatlanból, a látható síkra fog kerülni. Halleluja. És itt beszél erről az ige a 18-as versben, ahol kezdtük az olvasást, hogy fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Itt azt hiszem megállhatunk egy kicsit, ugyanis szóval szeretni, vagy nyelvvel, ez mit jelenthet? Hogy elsősorban beszélünk róla, még jelentheti akár azt is, hogy kimondjuk, hogy szeretjük valakit. Ugye? És én azon gondolkodok, hogy sok embernél már ez egy jó lépcsőfok lenne. Ha ideig eljutna, hogy nem az, hogy ne csak szóval és nyelven, hanem legalább szóval és nyelven szeressen. Van, aki még ezzel se. Hanem egyenesen nem tud jó szó kijönni a száján, nem tud valakit megdicsérni. Ha valakivel jó történik, akkor ő még kifejezetten rosszul érzi magát, hogy miért nem velem történt, és lehet irigy, és lehet bármi. Viszont vannak olyanok sokan, akik szóban szeretnek. Akik nyelvvel, a nyelvükkel kimondják, hogy így szeretlek, úgy szeretlek, és nagyszerű ez a dolog, azt gondolom, hogy ez már egy lépcsőfok, és azt gondolom, ha idáig eljutunk, ez jó, de azt mondja is, arra intít bennünket az ige, hogy de ne csak, azt mondja, hogy szeretteim, fiacskáim, ne szóval szeressünk se nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan.
Halleluja. Halleluja. Hadd mondjak el nektek valamit, hogy időnként, amikor csinálsz dolgokat is, és olyan helyzetek előtt vagy, ahol egyedül esetleg kevés vagy, szükség van segítségre, szeretném elmondani azt neked, hogy nagyon jól le tudod mérni magadon, hogy mennyire engeded, hogy Isten segítsen neked. Például, hogyha van egy olyan élethelyzeted, ahol szükséged lenne segítségre, és például emberek tudnának neked segíteni, hiszem azt, hogy akik itt vannak közöttünk a gyülekezetben, találkoznak olyannal, hogy emberek felajánlják a segítségüket. Különböző területeken, különböző dolgokban, viszont ha visszautasítod őket, köszönöm, megoldod, de közben tudod, hogy nem tudod megoldani. Közben tudod, hogy el fogsz csúszni, tudod, hogy nem fog sikerülni, de reménykedsz, hát, ha mégis meg tudom oldani. Pedig Isten küld segítséget. Hányan hiszitek, hogy Isten igen mondta, hogy adjatok, és nektek is adatik. Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek nektek is, sőt, ráadást is adnak, de kik? Az emberek. Te adsz, neked is adatik. Kitől adatik? Istentől. De kik fogják eljuttatni hozzád? Az emberek. Amen. Az emberek fogják eljuttatni hozzád. És amikor nem tudsz elfogadni emberektől, hadd mondjam meg neked, hogy valószínűleg nem fogsz tudni elfogadni, nem, valószínűleg ugyanennyire nem tudsz elfogadni Istentől sem. Azt mondja Isten igéje, hogy ha valaki azokat nem szereti, akiket lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát. Arról beszél, hogy ahogyan viselkedsz az emberekkel, ahogyan tudod őket szeretni, vagy ahogyan nem szereted őket, ugyanúgy szereted, vagy nem szereted Istent, akit nem látsz. Többek között azért is, mert nagyon sok esetben Isten bennük van, és ha nem szereted őt, akkor nem szereted azt sem, aki benne van. Csak egy ilyen mérceképpen magadnak, hogy amikor visszautasítasz segítséget emberektől, amikor emberek felajánlják neked, hogy segítenének, nagyon szívesen megtennék, és tudjátok, hogy erre nevel bennünket a világ nyilván, hogy old meg saját magad terődből, ne kér senkitől semmit, ne szorulj rá senkire. Hányan hiszitek, hogy Isten azt akarja, hogy 100%-ig függjünk tőle? Sőt, az az igazság, hogy mindenki 100%-ig függ tőle, őtőle jön az élet, de hányan hiszitek, hogy mi minden téren függünk tőle? Emberek függetlenek akarnak lenni mindentől és mindenkitől. Ez jó, hogyha arról beszélünk, hogy ne legyünk embereknek szolgái, de hányan hiszitek, hogy nagyon jó, ha nem akarsz független lenni mindenkitől? Kéne legalább egy valaki legyen, akitől mindig függeni akarsz. Halleluja! Néha kapsz az Úrtól lehetőségeket, de ezek a lehetőségek úgy jönnek, hogy ha kihasználod ezt a lehetőséget, akkor nagyon függni fogsz Istentől. Például jön egy lehetőség Istentől, de ez ugye hitáltal fog jönni, ami azt jelenti, hogy ha te kilépsz, akkor könnyen lehet, hogy pofára fogsz esni, és hogy ne essél pofára, erre egyetlen egy garancia van, ami lehet garanciának nevezni, hogy Isten soha senkit nem hagy cserbe. És ha ő mond neked valamit, és te az ő beszéd alapján cselekszel, akkor tudhatod azt, hogy ő nem fogja hagyni, hogy arcra essél, hanem ő megtart. Amen. Amikor Péter kilépett a csónakból, semmi bizonyíték nem volt, hogy őt a víz most meg fogja tartani, és mindaddig, amíg ő rá tekintett, mindaddig a víz fölött maradt, amikor elkezdett szétnézni, elsüllyedt. És emiatt az emberek sokszor nem mernek engedelmeskedni Istennek, hogy mi van, ha elrontom, elsüllyedek, és mi van, ha jól csinálod, és nem süllyedsz el. Halleluja. Hányan tudjátok, hogy egy kicsit bátornak kell lenni? Bizodalmadnak kell legyen Istenben, hogy igenis megmerem tenni, amit ő kér tőlem. Mert tudom, hogy Isten nem akar semmi rosszat a számomra. Halleluja. Olyan sokszor látom a gyermekeinket, látom, akar valamit, hozzá szeretném segíteni, és akkor mondom, hogy mit csináljam. Nem akarom, én nem tudom megcsinálni. És akkor minden kifogás van, hogy miért nem akarja, és tudom, hogy meg tudja tenni, könnyedén meg tudja tenni, csak tudjátok, mi kéne? Akarni. És nagyon sokszor nem akarja. Jó, kicsik, még fel kell, hogy nőjenek. Előbb-utóbb rájönnek arra, hogy ha valamit mondunk nekik, akkor ezt nem csak azért mondjuk, hogy szórakozzunk velük, hanem mert jót akarunk, és hogy valóban neki akarunk segíteni, és tudunk is. És hányan hiszitek, hogy az a keresztény, aki felnövekedett arra a szintre, hogyha megtudja, ha csak megtudja valamiről, hogy ez Isten akaratában van, vagy nincs, egyből azt fogja csinálni, ami van, és ha bármiről megtudja az életében, ami nincs Isten akaratában, azonnal elhagyja. Hányan hiszitek, hogy ez azt jelenti, hogy az illető felnövekedett egy olyan szintre, amikor meg tud bízni Istenbe, hogyha Isten valamiről azt mondja, hogy ez nem a te dolgod.
ez nem a te utad, ez nem a te szolgálatod, vagy akármi, ez nem tőlem van, akkor azt tudod mondani, bocsáss meg, Uram, hogy ideig vesztegettem erre az időmet. És azt tudod mondani, hogy akkor mit csináljak, Uram? Sokan vannak ebben a mai világban és a gyülekezetben, akiknek nehéz az életük. Tudjátok, hogy erről szoktam beszélni, ugye? Nehéz. Nehéz az életed, terhes. És elmondtam már nektek, de újból elmondom, amit Isten igéje mond, hogy azért nehéz az életed, mert te viszed a te terheidet. És Isten nem úgy tervezett minket, hogy mi tudjuk vinni a terheinket, és még jól is érezzük magunkat, hanem úgy tervezte, hogy mi minden gondunkat őre elvessük, amen, és mi vegyük fel az ő igáját. Azaz csináljuk azt, amit ő akar, amen. Hányan hiszitek, hogy mindenkinek, aki ma itt van, mindenkinek, aki hallgat az interneten, minden egyes embernek az életére Istennek pontos, precíz terve van. Amen. Nem véletlenül vagy itt ezen a földön, nem véletlenül hallgatod meg ezt a tanítást, hanem Istennek egy terve van a te életedre, és Isten szeretné, hogy bele tudjál lépni, és tudjál járni ez a terv alapján. Csak hadd mondjak egy példát, hogy az az ember, bocsássa meg az Úr, nekem nem jegyeztem meg a nevét, aki ezt a kertet építette. Az Úr nagyon megérintette őt, és nagyon nagy szeretet van a szívébe, és újjászületett. Kapott egy álmot, kapott egy feladatot, ami egy csomó mindent igényelt, egy csomó embert, egy csomó segítséget, egy csomó pénzt, és egy csomó kegyelmet Istentől. És volt elég bátor, hogy kilépjen, és tudjátok, mi történt? Elkezdte követni azt a mennyei tervet, amit ő kapott. Hogy az Úr azt a feladatot adta neki, hogy építsen egy ilyen kertet. Valószínűleg neked más tervet adott. De ezt a tervet, ő ezt a tervet kapta. És ahogy elkezdett megnyílni ennek, 3 napra rá, hogy kapta ezt az álmot, valakik megkeresték, hogy újságírók, hogy van-e valami új, van-e valami ezért, amit akartok csinálni, vagy valami, mert az Úr a szívemre nem mondta, hogy az Úr, hanem hogy szeretnék veled egy riportot készíteni. Azt mondja, drága édesatyám, köszönöm. És akkor elmesélte, hogy milyen küldetést kapott, és ott a helyi lapok megjelentették a cikket, és az emberek elkezdtek jönni, és jött a segítség, és jött az ellátás, és jött ez, és jött az, és jött az, és mindig időben ott volt az, amire szüksége volt. Elhiszed, hogy az életed, ha Isten tökéletes akaratában van, ha az ő akarata szerint éled az életedet, akkor az úgy kell kinézzen, hogy fölmerül egy szükség, mire eljön az ideje, hogy azzal valamit kéne kezdeni, akkor itt van a megoldás. Mész tovább az úton, kicsit elfáradsz, pihenésre lenne szükséged, ott van a pihenés. Kicsit tovább mész, anyagiakra van szükséged, ott vannak az anyagiak. Ha azon az úton mész, amelyiket Isten rendelt a számodra, akkor minden ott lesz. Emlékeztek, a Jim Pastor egy nagyon jó példát mondott erre, hogy régen Amerikában a levélpostát úgy oldották meg, hogy ilyen lóháton szállították annak idején a postát, és akkor úgy volt ugye, hogy a lovak elfáradtak, de a lovasok is egy idő után, a ló hamarabb elfáradt, mint a lovas, ezért hogyha a kijelölt útvonalon haladt a lovas, akkor mindig volt friss víz, mindig volt pihent ló, amire átülhetett, amikor már eljutott arra a szintre, amikor már neki is pihenni kellett, ott volt a lehetőség, hogy ő pihenjen, minden ellátás ott volt az úton. Ha valaki járja az életét, járja az ő útját, és ha azon találja magát, hogy soha nincs ott az ellátás, soha nincs, mindig hiányzik ez is, meg az is, és sehol, és mindenért szenvedni kell, gondolkozz el azon, kérlek, hogy vajon azt az útot járod, amelyiket neked járnod kell, vagy amelyiket te akarod járni. És ez nagy különbség. Tehát van a keskeny út, és van a széles út. A széles úton nagyon könnyű, sokan járnak, mindenki azon megy, de a keskeny út az nagyon keskeny, könnyen le lehet térni róla. Viszont az Úr kegyelme elég nekünk mindenre, mert hányan hiszitek, hogy elég Isten kegyelme, hogy ott maradjunk a keskeny úton? Halleluja! Visszatérve arra, hogy Uram, Uram, ha én azt mondom, hogy Jézus az én Uram, de mondjuk akár kedden, akár vasárnap, akár amikor az én helyi gyülekezetemben van a gyülekezet, úgy érzem, hogy nem aludtam eleget az este, meg holnap kemény napom lesz, inkább alszok ma egyet. És tudod, hogy Isten tisztelet van, tudod, hogy
És ugye tudjuk, hogy Isten igéje mondja, hogy el ne maradozzatok az összegyűlökezésektől. És akkor már mondom, majd meghallgatom utólag, majd majd hazé. De lehetne a példákat sorolni, hogy Isten mond neked valamit, például valaki megbánt, és akkor ugye tudjuk, hogy ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Halleluja. Semmi baj nincs azzal, ha mérges vagy. Egy ideig. Mondja Isten igen, hogy ám haragudjál. Úgyhogy haragos vagy, és mérges vagy, ez van. Semmi baj nincs ezzel. De a nap le ne menjen a haragodon. Hányan feküdtetek már úgy le, hogy nem engedtétek el a haragot, és lefeküdtél, és még dúltál, fúltál, és fölkeltél, és folytattad. Ez már nincs rendje. Tehát az rendben van, hogyha mérges vagy. De Isten azt szeretné. Isten azt szeretné, hogy az életed könnyű legyen, és élvezd azt. És nem tudod úgy élvezni az életedet, ha tele vagy haraggal, ha tele vagy meg nem bocsátással, hogyha tele vagy keserűséggel. Ezeket a dolgokat el kell engedned. Ha tele vagy terhekkel, át kell adni neki. Halleluja! És amikor reggel fölébredsz, új nap, új kegyelem, kinyitod a szemed, halleluja. Az Úr mondta néhányatoknak, de szeretném mindannyiatoknak mondani, hogy kezd el kimondani reggel, amikor fölkelsz, hogy köszönöm, Uram, ezt a napot. Köszönöm, hogy szeretsz engem. Köszönöm, hogy jó dolgokat készítettél a mai napon is. Itt vagyok, hogy elfogadjam, Uram. Halleluja, és járjál nyitott szemmel, mert jönni fognak az áldások. Amen. Hányan hiszitek ezt? Hogy jó dolgok következnek. Halleluja. 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 Szóval, amikor Isten igen mond nekünk valamit, ugye Jézus, a testélet ige, amikor az ige mond nekünk valamit, és hadd emlékeztesselek arra, hogy vigyázzál Isten igével, hogy ez a Biblia, ez egy vastag könyv. És sok minden van benne, de még egy-egy lapon is nagyon sok minden van. Sőt, egy-egy igében is nagyon sok minden van. És lehet, hogy képtelen lennél betartani minden igét betű szerint. És ha jönne valaki, aki meg akarna téged ítélni, akkor lehet, hogy 100 helyet találna, ahol nem az ige szerint cselekszel, vagy ahol 100 helyet találhatna az én életemben, hogy én nem az ige szerint cselekszek. De hányan tudjátok, hogy a Szent Szellem bennünk van, aki elvezet bennünket minden igazságra. És a betű megöl, de a szellem megelevenít. Kérnünk kell a Szent Szellemet, hogy mutassa meg, hogy melyik az az út, amin járnunk kell, ha bárhol, bármiben meg kell térjünk, mi az, Uram, mutasd meg nekem, és amikor a Szent Szellem mutat neked valamit az igéből, hogy ezt kéne megtenned, azon kéne változtatni, menjél erre, csináld így, csináld úgy, ha azt megteszed, akkor az ő útján fogsz járni, és Isten azt várja tőlünk, hogy az igét ne csak hallgassuk, hogy igen, igen, jó prédikáció, tényleg, miről szólt? Tényleg, miről szólt? Hányan vagytok így? Meghallgatod a prédikációt, fú, dicsőség Isten, tényleg jó, és miről volt szó? Ne érezd rosszul magad, én szoktam készülni az Isten tiszteletekre, 2 hét múlva megkérdezel, miről beszéltem 2 hete, én sem tudnám elmondani, valószínűleg. Vagyis nagyon ritka az, amikor igen. De hányan tudjátok, hogy a szívetekben megmarad? Nemrég beszéltem az egyik testvérünkkel, és mondja, hogy egy éve, amikor volt szó, amikor hallgattuk, nem tudom, hogy egy éve volt-e, vagy több, mint egy éve, a Creflo Dollár tanításokat, akkor erről meg arról beszéltünk, és mondom, miről? Teljesen kiesett. Úgy kellett felfrissítse az emlékezetemet, hogy egyáltalán visszajöjjön, de a lényeg az megmarad, az benned marad. És az a lényeg, hogy benned maradjon az, hogy mit kell, hogyan tenni. És azt kell tegyük, amit a Szent Szellem mutat, amire a Szent Szellem vezet bennünket, és nem csak szóval vagy szájjal szeressünk, hanem cselekedettel és valóságosan. Minden alkalommal, amikor a Szent Szellem mutat neked valamit, és nem teszed meg bármilyen okból kifolyólag, akkor az várható, az fog történni, hogy megszólal a lelkiismereted. Nem tudom, hogy szokott-e megszólalni a lelkiismereted. Nekem van, hogy hosszú ideig meg sem ukkan. De amikor elcseszek valamit, mindig megszólal. Amikor valamit nem úgy teszek, ahogy kellene, mindig egyszer csak megjelenik, hogy itt vagyok, ezt nem kellett volna, ugye tudod. Sokszor már akkor megjelenik, amikor készülök megtenni azt, amit nem kéne. Szoktátok ezt tapasztalni?
De ő szeliden. Tudod, az úgy, hogy szeliden, nem kéne, nem kéne, nem kéne, és sokszor a hústestem, de meg akarom tenni. És hát, aki erősebb, az győz, és tudjátok, hogy lehet a szellemünk kicsik és gyenge elnyomásba a hústestünktől, vagy a szellem alá vetheti a hústestet, és a hústest a kis kutyus, hogy szellem azt mondja, hogy ma Isten tiszteletre mész, de hámas vagyok, nem érdekel, megyünk Isten tiszteletre. Mindenre van erőm a Krisztusban. Igenis. Értettem. Halleluja. Tehát minden olyan alkalommal, amikor felülbírálod a lelkiismeretedet, ami a te saját szellemednek a hangja, annak az lesz az eredménye, hogy a te saját szellemed fog kárhoztatni téged. És akárhányszor vallod meg, hogy nincs már semmi kárhoztatásom a Krisztus Jézusban, én újjá vagyok születve, minden alkalommal, amikor ellene szegülsz annak, amit tudod, hogy meg kellene tegyél, nem a Szent Szellem jön, hanem a saját szellemet hangja, a lelkiismeretet hangja, aki elítél téged, ami egy dolog, hogy elítél téged, de ennek egy következménye az lesz, hogy a bizodalmad elkezd megrendülni. Képzeljétek el, hogy ugye Isten egy személy, és kapcsolatban állunk vele, pont úgy, mint akinek már van férje vagy felesége, akkor ő ugye kapcsolatban van vele, házastársi kapcsolatban van, és a kapcsolat az egy dolog, de a kapcsolaton belül van egy közösség, amen? És lehetnek jóba azok, akik kapcsolatban vannak, de előfordulhat, hogy összezörrennek és egymás mellett vannak, de mérföldekre vannak egymástól. Lehet, hogy egy ágyban alszanak, de mintha az egyik éjszakon lenne, a másik délen. Teljesen messze egymástól. És amikor mondjuk a kapcsolat megsérül, nem a kapcsolat, bocsánat, tehát amikor a közösségünk megsérül, mondjuk ha összeveszek a feleségemmel, és nagyon nem vagyunk jóban akkor pillanatnyilag, akkor attól még mindig ő a feleségem, én meg az ő férje vagyok. Tehát kapcsolatban maradunk, de a közösség megromolhat. Hányan hiszitek azt, hogy nem sok rosszabb dolog van, mint egy ilyen romlott közösség? Akár egy családban, feleség között, akár az ember és Isten között. Nincs rosszabb annál. Lehetsz Isten gyermeke, de amikor a közösséget megromlott, ő vezet valamire, indít valamire, nem teszed meg, megint nem teszed meg, egy idő után ez hatással lesz a közösségedre Istennel, és hátráltatni fog téged. Azt fogja eredményezni, hogy nem lesz bizodalmad Isten iránt, mert képzeld el, amikor a párodat megbántottad esetleg nagyon durván is. És hát a hústestünk az továbbra is megvan, és mondjuk szeretnél egy finomat enni. Eszedbe jut, hogy megkívántad nagyon a palacsintát, és akkor eszedbe jut, hogy de jó lenne anya sütni egy kis palacsintát, de most hogy mondjam neki, úgy haragszik rám, meg én is rá egyébként, de annyira ennék palacsintát, és semmi kedvem nekem megsütni, de olyan jó lenne, ha lenne, és tudod, hogy nonsense megkérdezni, hogy esetleg lennél olyan kedves, hogy csinálna nekem egy kis palacsintát, ami, hogyha a kapcsolatod rendezett, sem eddig nem, természetesen, hogy nem, mivel kéred? 5 perc és kész van. De így tudod, hogy majd azt fogja mondani, hogy sütsz te majd magadnak, ha akarsz. Én tuti, hogy nem. Viszont ugyanez a helyzet Istennel és veled, amikor a közösséged, hogyha megromlott Isten és közötted. Nagyon sokszor az engedetlenség eredményezi ezt, hogy Isten indít valamire, és akkor mondhatod azt, hogy jaj, én kis méltatlan vagyok. Mindegy. Az eredmény ugyanaz lesz, hogy a közösséged meg fog romlani. Mindegy, hogy azért nem teszed meg a feleségednek azt, amit ő kér tőled, mert most nem akarom, hogy nem tudom mi, vagy és egyáltalán nincs kedvem, vagy tök mindegy, hogy miért nem. Például, hogyha valaki elfelejti a házassági évfordulót, és még csak egy virágot se vesz, akkor ennek általában nyoma szokott lenni. Ezt általában a férfi egy idő után rájön, hogy valami nincs rendben. Túl hangosan történik minden, a mosogatástól kezdve, a takarítás, és minden egyéb kicsit hangossá válik, és ránézel, és szikrákat szór a szeme, és nem tudod, mi baja van, semmit nem csinálta. Hányan tudjátok, hogy nem csak az bűn, amit megtettél, hanem lehet az is bűn, amit nem tettél meg. Pont úgy, ahogy nem csak azzal tudsz rosszat tenni, amit teszel, hanem azzal is, amit nem teszel. Azzal is tudsz rosszat tenni. Adja az Úr, hogy segítsen nekünk, hogy ezt el tudjuk kerülni.
de előfordulhat, és Isten szeretné azt, hogy a kapcsolatunk az, és a közösségünk azon belül, hogy az felhőtlen legyen. Képzeld el, hogy mikor egy családban békesség van, szeretet van, és a közösségük az zavartalan, felhőtlen. Milyen egy, van egy ilyen mondás, hogyha anya boldog, mindenki boldog. De valahogy így igaz ez Istennél is, hogyha te megteszed azt, amit ő vár tőled, akkor biztos lesz benne, hogy ő megteszi azt, amit te szeretnél. Azt mondja itt Isten igéje, hogy ha a szívünk vádol is minket, Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Amikor a szívünk vádol bennünket, és esetleg úgy döntesz, hogy hát, oda megyek Isten elé, és bocsánatot kérek, hát nem fogsz tudni neki újat mondani már olyan szinten, hogy mit tettél, és nem kell szégyenkezve menjél Isten elé, hogy Uram, képzeld, ezt tettem. Nagyon szégyenem magam. Ő tudta, ő ott volt, ő látta. Teljesen tisztában van vele. A kérdés csak az, hogy te mikor látod ezt be, és mikor vagy hajlandó ebből megtérni. És ugye a múlt héten is beszéltünk a megtérésről, és a megtérés nem mindenki számára olyan örvendetes terület, és olyan szívesen hallunk erről, de jó, beszélj nekem a megtérésről, meg akarok térni. Hányan jönnek úgy oda hozzád emberek, hogy én meg akarok térni? Tudnál nekem segíteni? Meg szeretnék térni? Néha előfordul egyébként ez is, de nem jellemző. Viszont ha ellapoznátok a Lukács evangélium 15. fejezetére, az Úr ma mutatta ezeket az igéket, és szeretném megosztani veletek. Lukács evangélium 15. fejezet és a 3-as verstől. És azt mondja itt Isten igéje, hogy ő pedig ezt a példázatot beszélte nékik, mondván: melyik ember az közületek, akinek ha 100 juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, míg nem megtalálja azt, és ha megtalálta, felveti azt az ő vállára örülvén, és hazamenvén egybehívja barátait és szomszédait, mondván nékik: örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett. Bocsánat, mondom néktek, így módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Olvassuk egy kicsit tovább. Avagy ha valamely asszonynak 10 drachmája van, és egy drachmát elveszt, nem gyűjt egy gyertyát, és nem seprje ki a házat, és nem keresi gondosan, míg nem megtalálja. És ha megtalálta, egybe hívja az ő asszonybarátait és szomszédait, mondván: örüljetek én velem, mert megtaláltam a drachmámat, amelyet elvesztettem. Ezenképpen mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Halleluja! Az előbb azt olvastuk, hogy nagyobb öröm van a mennybe egy bűnös ember megtérésén, itt pedig azt, hogy Isten angyalainak színe előtt. Halleluja! Kinek színe előtt szolgálnak az angyalok éjjel és nappal? Halleluja! Az Úrnak a színe előtt, és ő örvendezik, amikor egy bűnös megtér. Halleluja! Olvassuk egy kicsit tovább. Mondta pedig, egy embernek volt 2 fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának: atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megoszták közöttük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú, összeszedvén mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltékozolt a vagyonát, mivel hogy dobzódva élt, minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldte őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánta volna megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki nem adott néki. Mikor aztán magába szállt, mondta: az én atyámnak mi sok bérese bővölkedik kenyérbe, én pedig éhen halok meg. Felkelvén elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom néki: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivatassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Álljunk meg egy pillanatra. Hányan tudjátok azt, hogy keresztényekkel is előfordulhat az, hogy bűnt követnek el, előfordulhat velük az, hogy letérnek a keskeny útról, és olyan dolgokat tesznek, amiből meg kell majd térjenek, ha szeretnék, hogy jó vége legyen a dolgoknak. És képzeld el ezt a fiút, aki
nagyképűen oda megy az apja elé, és azt mondja, atyám, add ide a vagyomból, ami engem illet. És az apja azt mondja, tessék fiam, itt van. És elmegy, és olyan módon költi el ezt a pénzt, hogy még az apja is tudja, hogy, és mindenki tudja, hogy hogyan költette el. És olyan bűnökben van benne nyakig, amiről, amit mindenki elítél. De amikor felkapik az álla, akkor eszébe jut, hogy az ő atyánál milyen jó dolga volt, és milyen jó lenne újból az ő atyánál legalább egy szolga lenni. És abban már nem is mer belegondolni, hogy Isten esetleg visszafogad, hogy az ő atya esetleg visszafogadná, hanem ha csak hadd legyek egy szolga, nekem ahhoz is sokkal itt szenvedek, mert étlen fogok halni. Nem hiszem el, hogy ennyire könyörtelen ez a világ, hogy senki nincs, aki segítene, hogy senki nem szám meg, hogy senki nem látja, mennyit szenvedek. Egyszerűen nem hiszem el, hogy nincs egy ember, aki segítene. És eszébe jut, hogy fú, az ő apjának még a szolgáinak is ennél sokkal jobb dolga van. És azt mondja, hogy elmegyek. Hányan tudjátok, hogy a szívében megtért? És azt mondta, hogy visszamegyek az én atyámhoz. És a következő vers, és ezt az Úr mutatta, hogy ez egy nagyon jó hír, hogy felkelvén elment az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atya, és megesik rajta a szíve, és odafutván nyakába esik, megcsókolgatá őt, és mondaná ki a fia, ugye, amit eltervezett, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Az atya pedig mond az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarót a lábaira, és előhozván a hízott túlkot, vágjátok le, és együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Halleluja! Hányan hiszitek, ha bármelyikünk, bármilyen téren letért a helyes útról, a keskeny útról, és bármi olyat tettél, amivel Isten ellentettél, vagy olyat nem tettél meg, amit tudtad, hogy meg kellett volna tegyél, nem számít. Hányan hiszitek, hogy a mennyei atya alig várja, minden nap nézi, hogy mikor jön haza az ő fia, mikor tér már meg végre. És hányan tudjátok, hogy ő adja a megtérés ajándékát, és amikor valaki eljut odáig, hogy visszamegyek az én atyámhoz, akkor az atya az ő nyakába esik, megcsókolgatja, gyűrűt húz a kezére, tiszta ruhába öltözteti, és elkezd vígadni, nem rajta, hanem vele. Halleluja! Halleluja! Hányan tudjátok, hogy mindegy, hogy hol rontottam el, vagy bármikor, ha esetleg elrontott, olyan sok embert látunk, akik nincsenek majd gyülekezetben, mert tettek dolgokat, és egyre távolabb, és távolabb, és távolabb, és távolabb sodródtak Istentől, és nem gondolnánk ezt, de ennek lehet az a vége, hogy egy nap nem oda fog kerülni, ahova régen azt gondolta, hogy fog kerülni. És hányan hiszitek, hogy mivel az a mennyei atya akarata, hogy senki el ne vesze, hanem mindenki üdvözüljön, mennyire várja azt az atya, hogy megtérjen? Mennyire várja azt, hogy elismerje, hogy atyám, bocsáss meg, vétkeztem, itt vagyok, és szeretném, ha tudnád az atya hozzáállását, amikor megtérsz, akkor nem arról van szó, hogy na jó, ülj le a sarokba, de többet meg ne lássalak, szemem elé ne kerülj, hanem átölel. Megcsókolgat, gyűrűt húz az ujjadra. Biztosít arra, hogy szeretve vagy, csak fordulj oda hozzá, és a nyakadba ugrik. Hányan látjátok azt, hogy Isten mennyire örül a megtérőknek? Azt mondja, hogy jobban örül Isten egy megtérő bűnösnek, mint 99 igaz embernek, akiknek nincs szükségük megtérésre. Halleluja! Ez a megtérni dolog, ez nem egy rossz dolog. Az, hogy megtérjél, akár hogyha nem jártál egyáltalán Isten útján, és hogy Isten útjára lépjél, ez nem azt jelenti, hogy akkor nem ihatsz, nem cigarettázhatsz, nem nőzhetsz, vagy nem pasizhatsz, nem diszkozhatsz, nem csináltad ezt, nem csináltad azt, fel kell öltözél, vagy mit tudom én. Tehát nem erről szól a megtérés. A megtérés arról szól, hogy visszakerülsz a te édes atyád közelségébe, visszakerülsz arra az útra, ahol ott van az ellátás, visszakerülsz egy olyan helyzetbe, ahol újból könnyű lehet az életed, ahol törődnek veled, ahol fontos vagy, ahol szeretnek. Amen. Hányan hiszitek, hogy a megtérés az egy nagyon jó dolog. Az egy nagyon jó dolog. Ha csak értenék az emberek, amikor oda megyünk hozzád, és valakihez is azt mondjuk, hogy térjetek meg, Isten országa elközelgetett. Az a baj, hogy az emberek agyába egyből ezugrik be, nem ihatok, zöld, egy ilyen nagy piros lámpa, ez se, semmit nem csináltok, nem akarok megtérni. De nem ezt jelenti. Azt jelenti, hogy
újból lehetőséget kap a mennyei atya arra, hogy elárasszon az ő jóságával, az ő áldásaival, az ő szeretetével. Mert mindaddig, gondolj bele, hogyha valaki rosszat tesz, megbánt téged, és te már eljutottál odáig, hogy hajlandó lennél bármikor megbocsáltani, de a közösség ugye megromlott. Addig, amíg az illető úgy tesz, mintha semmi nem történt volna, folyamatosan rálép a kis ujjadra, de úgy csinál, mintha semmit nem tett volna, akkor ez nem tud helyreállni, ez a közösség, addig, amíg az illető be nem látja, hogy valamit elrontott, különben ebből nem lesz változás. És Isten azt akarja, hogy ha valami olyat tettünk, vegyük észre, kérünk bocsánatot, ugye Isten hű és igaz, és hogyha megvalljuk a bűneinket, akkor ő hű és igaz, hogy megtisztítson minden hamisságtól. Amen. Halleluja. Kicsit olvasuk még tovább, még egy dolgot mutatott az Úr, hogy sok hívő van, aki úgy hiszi, hogy cselekszi Isten igéjét, de nem olyan boldog, mint amilyen lehetne. És ez egy általános probléma Krisztus testébe, és a vallásosoknál meg ez egy alapprobléma, hogy ott vannak az emberek, és egyszerűen nem boldogok. Fölveszik ezt az állarcot vasárnap, vagy amikor elmennek valahova, és megítélik a másikot, aki iszik, vagy dohányozik, vagy bármit csinál, de ő maga sem boldog, és nem tud örvendezni. Nem is tudja, hogy mit jelent az, hogy örvendezni. Tudja, igen, az Úr öröm az én erősségem, de azt se tudja, hogy ezt eszik, vagy isszák ezt az örömet, hogy örvendezni, hogy örülni, hogy mit jelent ez. Tudom, mit jelent szomorkodni, tudom, mit jelent nélkülözni, tudom, mit jelent az, hogy belém döfnek egy kés, de azt nem tudom, hogy mit jelent örvendezni. Azt nem tudom, hogy mit jelent gyönyörködni. Hát már nézd meg, hogy itt hogyan folytatódik a történet. Tehát kezdének vigadni, 25-ös verstől. A nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és mikor hazajövén közelgetett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot, és előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozál, mi dolog az. Azt pedig mondanék, a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre megharagúvék, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta az atyának, ímé ennyi esztendő óta fogva szolgálok néked, és soha a parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Hány kereszténynek ez a monológia, hogy Uram, ennyi éve szolgálok, ezt se teszem, azt se teszem, amaz se, mindent megtettem, amit kértél, és én miért nem kapok valamit? És itt van ez a valaki, aki semmit nem csinált, és nézd meg, hogy élt, és őt így megáldottad, én meg mindig szolgálok neked, Uram, és engem miért nem áldasz meg végre? Figyeld meg az ő atyát, hogy mit mond erre. Azt mondja, hogy mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette fel a te vagyonodat, levágattad neki a hízott tulkot. Azt pedig mondanék, hogy fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Olyan sok ember van, aki azon van megakadva, hogy nekem mi van, és neki mi van, és ő miért kapott, és én miért nem kaptam, és ő miért, és én miért, és nekem csak ennyi van, és nekem annyi van, és nekem... Azt mondja, ne ezzel foglalkozz. Mindenem a tiéd. Mindenem. Amikor mindened megvan, amit egyél, van, mit igyál, van, mivel van, hol aludjál, van saját házad, autód, mindened megvan, amit akarsz, feleséged, férjed, gyermeked, amit akarsz, mindened megvan, akkor nem fogsz azon irigykedni, hogy ó, a másik vett egy házat magának, vett egy házat, elment bulizni, jól érezte magát, én nem érezhetem jól magam, mert én hívő vagyok. És azt mondta neki az atya, hogy fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Hányan ébredünk fel végre, hogy minden a miénk? És hogy nem irigykedünk a másikra, hogy neki mi van, ő mit kapott, minden a tiéd, minden a tiéd. És ez a kisebbik fiú, ez már az elejétől kezdve tudta, hogy minden az övé. És ami az övé volt, ő el is kérte. És ez az idősebbik fiú, mint nagyon sok keresztény, én olyan kis alázatos vagyok, és én azt várom, hogy az Úr majd tegye oda az orrom elé, és majd repítsen el a diszkóba, hogy jól érezzem magam, vagy bárhova, de ha ő ezt nem tesz, én biztos nem fogok elmenni. Hányan tudjátok, hogy kell bennünk legyen egy ilyen akarás, hogy akarjuk élvezni ezt az életet? Hogy ne legyünk a saját magunk ellensége, hogy egyszerűen az emberek nem tudnak a kedvünkbe járni, mert
Nagyon sokszor ez van egyébként, hogy azt várjuk, hogy anélkül tegyen meg valaki valamit nekem, hogy én azt kérném tőle. És ha már ki kellett mondjam, hogy ezt vagy azt szeretném, és azt megteszi, már nem is tudsz örülni neki. Higgyétek el, hogy ez egy nem jó hozzáállás. Az atya azt mondta, hogy kérjetek, és adatik. Szomorúnak kéne legyél akkor, amikor kértél egy nagyot Istentől. És ő megadta. Hát jó, de hát kértem, hát most mit örüljek ennek? Hát kértem. Gondolj bele abba, hogy lehet egy másik eset is. Sőt, több másik eset is lehet. Kérheted, és nem is kapod meg. Ez is benne van a pakliba. Az is benne van a pakliba, hogy megdolgozol nagyon-nagyon-nagyon keservesen érte, megszerzed, de nem azt, amit akartál, csak valami hasonlót, egy hamisítványt, és nagy nehezen megkapod, és annak örülsz. Miért nem tudsz örülni annak, amit kértél? És megkaptad azt, amit akartál. Én nagyon élvezem, hogy kérhetek az atyától. Én nekem egy kicsi lelkiismeret furdalásom sincs, amikor Isten megáld valamivel, és pont azt adja, amit én szerettem volna. Én úgy tudok, jobban tudok örülni neki, mintha én dolgoztam volna, meg két okból is. Az egyik, hogy én nem bánom, ha nem kell megdolgozzak valamiért. Ha választhatom, hogy mondjuk 10 évig dolgozok egy házért, egy lakásért, vagy mondjuk 20 évig takarékoskodok, és nélkülözök, és spórolok, és minden, és a végén veszek egy házat, és akkor azt mondom, hát igen, de ezért dolgoztam 20 évig, ha ez mindenem benne van. Vagy az Úr azt mondja, hogy fiam, milyen házat szeretnél? Kerteset, vagy panelt, vagy miért akarsz? Hát Uram, én nem bánnám, ha lenne egy fürdőmedence is az udvaron. Jó. És amikor az Úr odaadja, én nem érezném rosszul egy kicsit sem magamat tőle, hogy hát jó, de hát kértem. És ugyanez a helyzet emberekkel. Isten nagyon sok mindent embereken keresztül juttat el hozzád. Amen. Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek vissza nektek is. Amen. Olyan mértékkel mérnek az emberek a ti öletekbe. Embereket fog használni Isten. Tanuljunk meg elfogadni emberektől. Amen. Ha valakinek a szívét Isten felindította, hogy bármit adjon, bármit megtegyen, bármiben segítsen neked, ne utasíts vissza. És tudod mit? Ha akarod ezt az izmaidat, az elfogadó izmaidat edzetni, tudod mit csinálj? Soha ne utasíts vissza semmit. Már semmi jót. A betegséget, meg az ördög dolgait mind visszautasítjuk. De ha valaki akar adni neked valamit, sokszor előfordul, hogy olyan dolgokat is adnak neked, amire semmi szükséged nincs. És azt mondja, köszönöm tényleg, de hát ezt nem tudnám mire használni. Nem azt mondja Isten igen, hogy több legyen neked, mint amire szükséged van, hogy legyen miből adjál. Ó, dicsőség neked, Uram, elfogadom, köszönöm. Mi ez a kacat? Nem tudom, mindegy, hát ha jó lesz valakinek. És keresed, hogy kinek adhatod oda. És Isten ad magot a magvetőnek. Amen. Nyugodtan az elfogadó izmaidat edzesed egy kicsit. Valaki akar adni valamit? Akar valamit segíteni? Halleluja! Itt vagyok, Uram, segíts nekem, Uram. És így fogsz rájönni arra, hogy milyen az, amikor az Úr segít. Amikor nem egyedül csinálsz mindent, amikor nem a te vérverejtékeddel szerzed meg azokat a dolgokat, amik vannak neked, hanem kéred és kapod. Halleluja! Én örülök annak, amit kapok. Nem volt ez mindig így. Amikor először láttam a Varga Istvánt egy szolgálata után, valaki jött oda és hoztak neki egy borítékot, és mi már akkor szolgáltunk, de nekem az volt a hozzáállásom akkor még, hogyha valaki meg akart áldani, akár anyagilag, akár hogy nem fogad, majd az Úr. Jó, de hát az a... Mint a Szilvi nagymamája. Oda megyünk, és vagy ha ő jön el hozzánk, megkínáljuk valamivel legyen. Köszönöm, lányom, nem kell. De mondtam, hogy... Nem érgeljél fel. Mit képzelsz, hogy egyek? De ha oda mész, akkor ugyanez a helyzet, ha nem eszel. Úgyhogy... Tehát meg kell tanuljuk azt, hogy elfogadni, és hidd el, hogy ahogy viselkedsz az emberekkel, úgy viselkedsz Istennel is. Ahogy megtanulod, ja, ott voltunk, hogy a Varga Pistinek, igen, hozták a borítékot, és én néztem, és felkészültem erre a harcra, hogy de. Hát nem úgy történt. Jött az illető, hozott egy borítékot. Na hát István, ő egyből rátette a kezét, Jézus nevében megáldjuk, atyám, hiszem, hogy a százszorosát hozod vissza neki, megáldjuk ezt a szolgáltat, a munkát Jézus nevében, amen. És zsebre rakta. Nézd, mi? Hol maradt a harc, meg a ízés, akkor nagy nehezen, és akkor ott nézni, na, mit kaptam?
Mondom, halleluja. Azóta én is ezt csinálom. Valaki akar adni valamit, dicsőség neked, Uram, én megáldom, mindegy, hogy mi az. Halleluja, és könnyű az életem. És élvezem az életemet, és Isten ad dolgokat, és küld segítséget, és nem nehéz az életem. Mert hiszed, hogy a tied is lehet ugyanilyen? És nagyban közrejátszik ezt, hogy tudsz-e elfogadni emberektől. Legutóbb például festettem otthon, és nagyon nehezen szántam rá magam, mert nem akartam elpakolni meg mindent, de bepenészesedtek egy kicsit a falak a sok ruhaszárítástól, csak akkor még nem tudtam, és újra kellett festeni. Semmi kedvem nem volt hozzá, és egyedül tök lassan hallattam, és egyik testvérünk felajánlotta, hogy jöjjön segíteni. Először gondolkodtam, hogy jó, akkor gyere. És akkor eljött, és ami lehet, hogy egyébként egy hétig tartott volna nekem, így megcsináltuk egy nap alatt, és másnap már kész volt, és köszöntem az Úrnak a segítséget, ő örült, hogy segíthetett, ő magot vetett, halleluja, mindenki jól járt. Amen. Halleluja. Valakinek még a lábfeje gyógyul. Halleluja. Halleluja. Nem elég csak azt mondani az Úrnak, hogy Uram, Uram, hanem meg is kell tegyük azt, amit ő kér tőlünk. Amen. És amire indít, és figyelmeztetnélek még egyszer, hogy ne a betűt nézd, mert itt ezt mondja az ige, ott azt mondja az ige, hanem mivel van békességed, a Szent Szellem mire vezet téged, de amikor ő szól valamit, akkor ne vitatkozz vele, hanem legyél engedelmes, és mondjad, hogy igen, Uram, köszönöm, hogy segítesz. Amen, álljunk fel. Itt is nagyon erős gyógyító kenet van, halleluja. Köszönjük az Úrnak. Halleluja. Drága édesatyám, köszönöm a te igédet. Köszönöm, hogy te szóltál hozzánk. Köszönöm, hogy te emelsz fel bennünket, te vigasztalsz, te bátorítasz, te tanítasz bennünket, Uram. Köszönöm, hogy a te igéid jó földbe hullottak, amik gyökeret vernek, növekednek, és 30-60 százszoros gyümölcsöt hoznak, Atyám. Köszönöm, hogy mindannyiunkon meglátszik majd a te dicsőséged, és ragyoghatunk a te dicsőségedtől. Köszönöm, Atyám, hogy nem szorulunk rá senkire, mert te vagy a mi ellátásunk bőséges, túlcsorduló és kiapathatatlan forrása. Köszönjük neked, Atyám, hogy te vagy a gyógyítónk, te vagy a szabadítónk. Köszönjük, Úr Jézusom, hogy te vagy a mi örömünk forrása. Minden forrásaink te benned vannak, Uram. Köszönjük, hogy te vagy a jó pásztor, aki az életét adja a juhokért. Halleluja. Halleluja, halleluja. Úgy hiszem, hogy az Úr néhány ember szívéhez szeretne szólni. Vannak olyanok, akik közöttünk, itt közöttünk a teremben, akik korábban sokkal nagyobb mértékben, sokkal elkötelezettebben szolgálták az Urat, tiszta szívvel, mindent hátrahagyva, de ez megváltozott. És azt akarja mondani az Úr, hogy én szeretném visszaállítani az életedet, helyreállítani az életedet. Azt mondja az Úr, hogy közeledj hozzám, és én is közeledni fogok hozzád. És azt mondja, hogy nincs olyan dolog, amit ne lehetne helyrehozni. Lehet, hogy nem lesz ugyanolyan, de jobb lesz. Halleluja. Ne vonakodjál visszaállni a szolgálatba. Ne vonakodj megtérni, és azt mondani, hogy bocsáss meg, Uram. Bocsáss meg, Uram, hogy ezt az időt nem úgy használtam ki, ahogy lehetett volna. Kérlek, használj engem a te dicsőségedre. Azt mondja az Úr, hogy én továbbra is szeretnélek használni téged. Halleluja. Halleluja. Az ő karja, az nyitva áll, ha te meg akarsz térni, akkor ő be fog fogadni, lehetőséget fog adni neked, fel fog emelni. Halleluja. 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 Dicsőség neked, Uram. Halleluja.